Sziasztok! Üdv újra innen a Duna partjáról. Ugye az előző videómat úgy fejeztem be, hogy következő alkalommal is ki fogok látogatni a Dunára, ugyanarra a helyre. És most itt vagyok. Mint azt látjátok, az időjárás az egy picit más arcát mutatja, ugyanis szemerkél az eső, illetve nagyjából egy 10 fokkal hidegebb van. A vízállás az ugyanaz. Remélem, hogy a márnák kapók kedve azért sokkal jobb lesz, mint legutóbb. Ugyanis akkor ugye nem sikerült márnát fognom. Most, hogy a horgon közelébe csalogassam őket, hoztam egy zacskó Fédermánia River szériából a fokhagymás vajsavas kaját. Ugye ez egy világos színű, közepes szemcseméretű és borzasztó erős fokhagyma vajsav aromával kevert etetőanyag. Ennél jobbat azért keveset tudok elképzelni, amit a márnák szerethetnek. Ha ott lesznek, akkor biztos vagyok benne, hogy fognak is belőle enni. Most ezt ki is bontom. És kiöntöm. Majd elkezdem hozzá vizet adagolni. Fúrófejet nem hoztam magammal, illetve fúrót. Keveréshez, úgyhogy marad a kézi megoldás, de hát azért ennyi kaját kézzel is be lehet keverni. Annyi, hogy itt majd a rostálás az még rám fog maradni. Mindenféleképpen szeretném azért lerostálni a etetőanyagot, hogy egyenletesebb legyen az oldódás. Ugyanis most itt az a lényeg, hogy az adott ütemben tudjam etetni a halakat az etetőkosárra. Itt is apró adagonként adom hozzá az etetőanyagot, etetőanyaghoz a vizet. Fontos, hogy nem szabad tapadósra keverni, inkább többször vizezzünk utána. Mert hogyha nem oldódik ki a kosárból, akkor nagyjából semmit nem érünk el vele. Illetve, ugye mivel csak etetőkosárral fogok etetni, ezért én semmilyen földet, illetve egyéb tapasztó adalékot, vagy nehezítő anyagot én nem használok hozzá. De pont az a lényeg, hogy a kosárból kioldódva egy hosszú csíkban a folyás irányában menjen lefelé. Az etetőanyag bekeverésénél úgy fogalmaztam, hogy kevés olyan dolgot tudok elképzelni, amit a márna ennél jobban szeretne, és nem véletlenül fogalmaztam így, ugyanis szerintem minden folyóvízi horgászat alapja, illetve márnázás alapja az a csonti, amiből nem árt, hogyha van nálunk bőven, de ezt most nem fogom mindent belekeverni az etetőanyagba. Amit belefogok viszont, az egy doboz csemege kukorica pár szem pellettel. Sokan nem használják a csemege kukoricát, viszont több visszafogott márnámnál is, pontosabban több megfogott márnámnál is, hát hogy szépen fogalmazzak, visszajött már ez a szemes takarmány, ugyanis távozott az emésztőrendszeréből a horogszabadítás után, előtt, közben, úgyhogy biztos, hogy szívesen fogyasztja. Csaliként azért én inkább a csonti csokrot erőltetem, de biztos, hogy rosszat nem tesz az etetőanyagunknak, de ami biztosan kell, egy, akár egy pár órás horgászathoz is, az minimum fél liter csonti. De azt majd később fogom szinte a kosárnyi kajára rátenni, hogy még koncentráltabban tudjam ezt a halaknak bejuttatni.
kiakasztás előtti szakaszt. Ezt egy csinó jelenő filccel. Mindig befestem. Abban az esetben, hogyha a parton nem tudom az adott távot kimérni. És annál biztosabb nincs. Az első halam az nem egy márna ismét, de egy gyönyörű szép vésett ajkú. Mesés paduc. Az első halma a Dunából. Olyan villámgyors kapása van, szinte lehetetlen lereagálni. Az idei évben kezdtem el használni a dunai horgászataim során a Nevis Barber River féderbotokat, amik mind a mellett, hogy bivajerős pálcák, amikkel akár a 300 g-ot is könnyűszerrel eldobom 40-50 méterre, megfelelő gerinccel rendelkeznek ahhoz, hogy a vastag zsinórba belekapaszkodó Duna ne tudja a botot a bottartóba helyezve túlságosan begörbíteni, és természetesen nagyméretű két talpú gyűrűkkel szerelt, a folyóvízi horgászathoz igazítva. Ő már a negyedik paducom, viszont csak a második, ami kijött. Egyszerűen nagyon kicsi az esély annak, hogy jól akadjon neki a horog. Ez pont jó, ez a szájszéles akadás. Eddig 6 dobásból 4 kapás, tehát itt vannak előttem. Úgyhogy dobálok, küldöm be nekik a kaját meg a csontit. Aztán hát, ha megérkeznek a várnák is. De ha nem, én nekik is nagyon örülök. Ússzál, kis barátom! Na hát talán a 15. paduc után jött meg ma az első márna, és hát már bizony sötétedik. Nem akar ez a márna fogás összejönni, de nem adom fel. Nem tudtam beletörődni abban, hogy a nappali horgászat során mindössze egy kis márnát fogtam, ezért úgy döntöttem, hogy maradok a sötétben is, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis egy kisebb márna után egy bőven 3,5 kiló feletti márnával ajándékozott meg a Duna, amivel egy hatalmas csata után sikerült fotózkodnom.